finanszírozni az orosz félvételből. A Putyin-Orbán találkozó utáni tájékoztatóan az orosz elnök beszélt arról, hogy akár 100% is lehet ez a tétel. Rögtönzött ott az orosz elnök, vagy kész javaslattal érkeztek Budapestre, és hogyan kezeli ezt az ajánlatot annak elnevezni a magyar kormány? Magyarország helyzete sokat javult azóta, amióta megkötöttük 2014. januárjában Oroszországgal azt a két megállapodást, amely az atomerőmű kapacitás fenntartására vonatkozik. Az egyik a technológiai megállapodás, a korábbi nukleáris együttműködés meghosszabbítása, a másik egy pénzügyi megállapodás. Mindkét megállapodást a Magyarország gyűlés egyébként részben a választások előtt, részben a választások után már jóvá hagyta. Ami a pénzt illeti, 12 milliárd eurós beruházásról beszélünk, amely stratégiai jelentőségű Magyarország életében. Várhatóan a 2017-18-as évektől kezdve a következő 10 év legnagyobb beruházásáról van szó. 10 000 munkahely, és GDP-hez is akár 1-1,5%-kal is hozzájárulhat. A beruházás Európai Uniós engedélyeztetése zajlik, és várhatóan február végén záródik. Ezt az információt kapta a miniszterelnök úr legutóbb Brüsszelből. És ez azt jelenti, hogy a beruházás a korábbi szerződéseknek megfelelően elkezdődik 2017 és 2018-ban. Az orosz elnökkel folytatott tárgyalásokon a felek abban állapodtak meg első pontban, 2017 tavaszán az úgynevezett előkészítő munkálatok elkezdődnek Pakson, 2018-ban az erőmű kivitelezésének kell folynia. Az engedélyezési eljárást le kell zárni az első fél évben június 30-ig, az Európai Uniótól be kell szerezni a szükséges utolsó engedélyt, és a beruházás előtt lényegében minden technikai és pénzügyi akadály elhárult. Az oroszok arra tettek ajánlatot, hogy ha Magyarországnak pénzügyi nehézsége lenne, ami nincs, akkor Oroszország készen áll arra is, hogy a projektet teljes egészében finanszírozza. Erre a magyar kormány nem tart igényt, tehát a szerződést nem fogjuk módosítani. Az első mondatom azért volt talán fontos, mert ha Magyarország ma hitelt kíván fölvenni, akkor rövid távon kedvező konstrukciókkal és kedvező kamatokkal tudja fölvenni azt, mint volt ez 2014-ben, de hosszabb távon, tehát 20 év vagy 30 év viszonylatában úgy gondolom, hogy erre a megállapodásra biztonsági garanciaképpen szükségünk van. Folyamatosan vizsgáljuk egyébként a pénzügyi helyzetet. Jelenleg, hogyha fölvesszük ezt a hitelt az oroszokról, akkor előterjesztésre is kész állapotban vagyunk. Az a helyzet, hogy ma 100 millió eurónyi munka került elvégzésre az oroszok által. Ez nincs még kifizetve azért, mert Brüsszelre várunk, de ezt ki tudja Magyarország hitel nélkül is fizetni. És várhatóan a következő hónapokban, fél évben még 600 millió eurónyi munkával számolhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy 2017-ben egy 200 millió eurónyi munka kerül elvégzésre, és kell kifizetnünk. Ezt Magyarország adott esetben orosz hitel nélkül is meg tudja valósítani, vagy a hitel előtörlesztésével is kész finanszírozni. Nincs jelen pillanatban a hitelnek a paksiatomerőmű kapacitás mutatásának és a finanszírozásnak semmiféle akadálya a magyar fél részéről. Magyarország, mint tudja, fölminősítés után van, teljes egészében hitelképes, többen akarnak Magyarországnak pénzt adni, és többet, mint ahányi pénzre nekünk szükségünk van, és mint ahányi ebben kölcsönök a magyarok. Úgyhogy folyamatosan csökken az adósságunk. Ez az elmúlt 7 év munkájának a gyümölcse. Az ország szempontjából legjobb megoldást fogjuk választani, és a leghatékonyabban fogunk eljárni.